Sikeres szőlősgazdák és kísérőik ünnepelhettek a Nóé-hegyi Szent István Borlovagrend farsangi szakestéjén. Városunk borrendje eredményes évet zárt, és a jövőre készül. 2011 egy nagyon jó évjárat volt, és hát így elmondhatjuk, hogy Borlovagrendünk is egy sikeres évet zárt. A szakmai és közönség programjainkat is, az abban megfogalmazott célkitűzéseket maradéktalanul teljesíteni tudtuk. Úgy gondoljuk, hogy a maihoz hasonló rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a borkultúrát a városunkban és környékünkön, valamint az országban is népszerűsíteni tudjuk. A hegybíró kürtje ma is fontos jelzés a hagyományőrzőknek. A különleges atmoszférájú társasági esemény szelleme nem változott, ugyanakkor kiegészült azzal, hogy 2012-ben a jófajta nedűk között a legjobb, a királyi város bora címet viselheti. Az a sok ezer éves történelem, ami a bor készítését és fogyasztását kíséri, azt hiszem, hogy kellő alapot szolgáltat, hogy a ma Székesfehérvára számára is fontos legyen ez a hagyomány, hiszen habár Fehérváron már kevés a tőke, de sok aktív borfogyasztó van, sok borosgazda, aki környező területeken, környező borvidékeken készíti a jobbnál jobb borokat. Csóbor Kisari Linda küldetésszerűen népszerűsíti a város környéki és térségi pincészetek termékeit, mint mondja a bor egészségvédő, nemes ital. A minőségre nagyon odafigyelünk, és ez is mutatja, hogy egy ilyen nagyon szép rendezvény, mint például ez a borászbál. Itt is elhoztuk a borainkat, és szeretnénk sok emberrel megismertetni, és megkóstolják, hogy milyen szép borokat tudunk készíteni. 2012-ben a Borlovagrend nagy tanácsa és a Borászati Szakbizottság egyetértésével az év zászlós bora megkülönböztető címet a csóborpincészet nadapi zengője birtokolhatja, kísérőborként pedig a hegedűs borászat Rajnai Rizlingjét ajánlják.